Rezsnyák Péter, kivitelező építész vagyok, sziasztok, és most éppen egy állványnak majdnem a tetejéről jelentkezek be, és mutatok nektek meg pár képsort, hogy hogy néz ki itt valójában egy ilyen rácsos tartós tetőépítés, aztán majd lesznek benti képesek is. Itt éppen egy oromfalnak a koszorú vasalása zajlik, ugyanis itt későbbiekben zárt sorú lesz a beépítés, és emiatt egy oromfalat fel kell húzni, amit a tetősík fölé kell rakni. Úgyhogy akkor lássuk a képeket. Szóval itt az állványról nézve láthatjátok, hogy elkészült a fóliázás, ideiglenes lépő léceket rögzítettek a zárcsok, amivel fel tudnak mászni, hogy a fóliát az oda tudják rögzíteni. Itt most 5x5-ös tetőlécek vannak, mert a tetőtér nincs beépítve, és a lényeg, ez a Z alakú ferde rudak, amit itt láttok, ez egy vízszintesen befektetett tartó, ami merevítésként funkcionál a rácsos, tartós, szeglemezes, szekötésű tartók között, hogy oldal irányba ne tudjon elmozdulni, ha szélterhet kap például. Ugye itt ez az oromfal az azért készül, mert ugye a későbbiekben zárt sorol ezt az épület, ezért a tetőség fölé nyúlik. Itt látható a fólia, hát van rajta kisebb hiba, meg lett ragasztva, sajnos előfordul ilyen. A későbbiekben majd az ácsok szépen ezt be fogják lécezni megfelelő módon, de akkor, amikor már neki lehet zárni itt az oromfalnak. Itt a fólia ragasztás lehet, hogy nem mindenhol sikerült, de az is lehet, hogy össze kell még simítani, úgyhogy ez a lécezés folyamán mindenképpen ellenőrizve lesz, csak hát most nem lehetett kimászni. Bebetonozódik ugye ez a oromfal, jó, magas, karcsú szerkezet, ennek mindenképpen szükség van egy kis plusz stabilitásra. Fent látszik, hogy van egy kiszellőző fólia sapka a tető gerincen, hogy a tetőben esetlegesen összegyűlő pára ki tudjon menni. Hát igazából így néz ki felülről, ebben semmi különleges, nincs, nagyon hasonlít egyéb standard tetőkhöz, ahogy itt az időjárás engedi, remélhetőleg minél hamarabb lécezésre kerül ez a tető, és aztán be lehet majd cserepezni. Na, akkor folytassuk itt a videót lent az épületben, és megmutatom nektek ezt a rácsos tartós szeglemezes tetőszerkezetet. Ugye a rácsos tartó az a statikai modellt jelenti, tulajdonképpen azt a figurát, ahogy működik a tetőszerkezet, tehát nem csak egyenes szál fagerendákból van, hanem ezek valamilyen módon előre össze vannak építve, egy úgynevezett statikai modell szerint, és ezért nevezzük ezt rácsos tartónak, szeglemezesnek pedig azért, mert a csomóponti kapcsolatok azok egy szeglemezzel készülnek, nem szegező lemezzel, hanem egy ilyen gyárilag előre elkészített tüskés lemezt préselnek bele, ezek különböző méretűek, a megfelelő teherbírásra le vannak méretezve, és hogyha megnézitek jól, akkor lehet látni, hogy itt a tartókon is az egyes elemeknek külön sorszáma van, tehát amikor ezt kiszámolják, előre gyártják, akkor megírják ezeket a tartó elemeket, és így építik össze. Tehát alulról egy ilyen kis ágasbogas valaminek néz ki ez a tetőszerkezet így első ránézésre, de valójában egy nagyon szép statikai rendje van ennek, hiszen olyan háromszög alakokat hoznak létre, amik nagyon stabilak, amiket tovább merevítenek ezekkel a rudakkal, és a nagyon filigrán rudakkal óriási terheket lehet fölvenni, akár 100 méteres fesztávolság is elképzelhető, hiszen ez eredendően repülőgép hangároknak készítették ezeket a tartókat, és aztán nyilván a civil életbe is bekerült, és hogyha itt tovább megyek, akkor már látjátok a jól ismert merevítő tartót, itt középen lehet látni, ilyen ferde Z betű alakú tartó rudak vannak, ezek az oldalirányú merevítést biztosítják, és ha kimegyünk az épület elé, akkor ott megint csak lehet látni egy-két érdekességet, ugyanis itt a oromfal felett nem szükséges ezeket a ferde rudakat beépíteni,
az aromszegély kialakításhoz ezek a függőleges rudakkal készített tartó megfelelő. És a tetején, ha megfigyelitek, van egy külön kis háromszög alakú elem föltéve utólag. Ez azért van, mert a közúti szállítás során ezt a nagy tartót nem tudták volna elhozni. Tehát, hogy amikor ilyen nagy tartóra van szükség, túl magas, akkor azt így két darabból szokták legyártani, és ott már a teherbírásán nem ront, hogyha az külön van. Aztán, ha benézzünk az épületbe, ott lehet látni ezeket a ferde rács rudakat, amik itt sorakoznak, és ezek azok, amik aztán az erőket nagyon precízen fölveszik, hiszen úgy van méretezve, hogy ezekben a rudakban vagy húzó, vagy nyomó erő ébredjen, és ezért tudnak ezek karcsúak lenni. Bárki bármit mond, ez egy nagyon jó megoldás, hiszen lényegesen kevesebb fából egy nagyon nagy teherbírású tetőszerkezetet lehet létrehozni. Mindezt úgy, hogy ha megfigyeltétek, itt bent nincsenek vastag mennyezeti gerendák, és tulajdonképpen az egész épületben nincsenek belső teherhordó falak, hanem szépen a koszorúra feltámasztott tartók vannak, amik a teljes épület szélességen keresztül mennek. Hát igazából ennyit a rácsos tartókról. Ennek az aljára lesz majd felszerelve a párazáró fólia, felett a hőszigetelés, alatta pedig légtechnika, elektromosság, stb. És nagyon könnyen lehet, hogy ez az épület lesz az, ahol majd ez a kis páratechnikai bemutatónk lesz, amiről már beszéltem. Még a konkrét időpontot nem találtam ki, de hát reméljük, hogy hamarosan sort keríthetünk rá. Ami még érdekesség itt, hogy ennek az épületnek egy oromfala van, mert ez egy zárt sorú beépítés lesz, és itt a koszorú felett, mikor indul az oromfal, az alá egy porusbeton hőhíd megszakítást tettünk be, ugyanis a téglában függőleges irányban tud terjedni a hő, ebben a porusbetonban viszont nem. És így egy ilyen hőhíd megszakítás alakul itt ki, nagyjából a födémnek a magasságában. Természetesen a beton pillér az még további hőszigetelést fog kapni, és ugye itt lehet látni a szélső mezőben ezeket a merevítő tartókat. Három is van ebben az épületben. Mindezeken felül ezen a képen itt lehet majd jól látni, remélhetőleg, hogy ilyen ferde acél szalagok is vannak benne, amik meg vannak feszítve, és azok is egy átlós merevítést adnak a tető síknak. Összesen 4 darab ilyen nagy X alakú merevítés van, mindegyik oldalon 2-2. Na hát ennyit akartam nektek mutatni a rácsos tartós szeglemezes tetőről. És akkor legyen itt egy külső felvétel, itt látszik, hogy hogy néz ki oldalnézetben a koszorúnál ez a rácsos tartós szerkezet. Innen kapja majd a homlokzati borítást. Az egy könnyű szerkezetes megoldás lesz, és akkor ez pedig maga a nyeregtető. Halálosan egyszerű, de praktikus és költséghatékony, arról nem beszél, vagy nagyon jó hőszigetelhető. Hát nagyon örülök, hogy itt vagytok. Köszönöm a sok feliratkozást. Aki még nem tette volna meg, várom a csatornán, és akár megvehetitek a könyvemet is, aminek az a címe, hogy Egyszerűen passzív ház, a neten meg lehet rendelni. Ez a linknek a neve, ahol meg tudjátok rendelni. Sziasztok, és építkezzetek jól!